Nagy érdeklődés nyilvánult meg a 14. megynapok és egyúttal a 13. falunap alkalmából megszervezett háromnapos rendezvény iránt Feketicsen. Pénteken és vasárnap hagyományosan színházi előadást tartanak, a szombat pedig a főzőversenyé és a különféle művelődési műsoroké és kiállításoké. A megynapokra Feketicsre ellátogatnak 11 testvértelepülésének képviselői is. Ünnepeljük a megyet. Persze, hogy ünnepeljük. Ez a Pria megy a legjobb megy kategóriába tartozik a világon. 70%-a több antioxidáns van, mint az összes többi megybe, amit ismert a világban. Ezért csak az a gondunk, hogy nincs elég megyünk, ahogy nagy mennyiségbe át tudjuk adni a nagy áruházláncoknak. De viszont én azt gondolom, hogy 5 éven belül nagyon sokkal jobb lesz a helyzet, mert még mindig az emberek ültetik ezeket a megyfákat. A főzőverseny egyik zsűri tagja a zöldség és gyümölcs szobrászat mestere, aki a rendezvényen bemutatja az érdekes kinézetű ételeket. Rász Lajos a különleges mesterség technikáját a Kanári-szigeteken sajátította el 20 évvel ezelőtt. Ezekben a kis településekben, ahogy elhozzuk, megmutatjuk az embereknek, az a nagy helyzet, azért akarom ezt kihangsúlyozni, sajnos nem állnak az emberek abban anyagi helyzetben, hogy ők el tudjanak menni, hogy 5 csillagos szállodából ezt meg tudják látni. És itt is ők is ugyanúgy megkapják azt az élményt, mint egy 5 csillagos szállodába meglátná ezt. És nagyon boldogok látom, hogy jönnek fényképezkedni, hogy hú, de jó, de szép. És látom, hogy élményt adunk neki ezeknek az embereknek. A helyi termelők is bemutatják termékeiket a jeles napokon. Többek között megytermeléssel és feldolgozással foglalkozunk. Többfajta termékünk van már a piacon. Ugye a megylikőrünk szerepel, új termékünk a megyszőr, ami tartósítószermentes, van megylekvárunk, ami hagyományos módon készül, tartósítószermentes. A ma esti programban a település fiataljai lépnek fel. Ezután kezdődik az utcabál, majd 10 órától tűzijátékban gyönyörködhet a közönség. Az ünnepség hajnalig tartó mulatsággal zárul.